A teljesség igénye nélkül néhány emlékezetes pillanat a közelmúlt Újpest elleni derbijeiről. A történelmet remélhetőleg tovább írjuk a hétvégén, hiszen szombaton 3:30-kor a Lilákat fogadjuk a Grupama Arénában. A 222. Újpest elleni bajnokinkra készülvén klubunk korábbi legendáit kérdeztük, mit is jelent egy játékosnak egy ilyen mérkőzésen pályára lépni. Játékosként pedig hát egészen elképesztő érzések voltak, hiszen a Népstadionban akkor 50-60 ezer nézőt voltak ezek a derbik, és tényleg, ahogy közeledett a derbi napja, úgy éreztük a szurkolókon azt a pörgést, a várakozást, és azt, hogy már hadd menjünk a meccsre, úgyhogy az játékosokat is feldobta. És aztán edzőként ugyanezt éltem át, és az ember visszagondol a meccsekre, akkor libabőrös lesz, és mindenkinek elmesél utána, hogy kérem szépen, a derbi az mindenek felett, az több, mint élet-halál kérdés. Amíg el nem kezdődött a játék, addig nagyon, nagyon feszült voltam, de aztán, ahogy kimegy az ember a bevilágított színpadra, akkor ott elfelejtődik minden, csak a játékra koncentrál. Olyan élményekkel gazdagodott az ember az ilyen mérkőzéseken, és már annyival előtte úgy készült, hogy ez a meccs volt gyakorlatilag az év meccse. Most ugye többször találkoznak a csapatok egy évben, ott azért ennek különleges jelentősége volt, mint hogyha idegenben játszottunk meg a hazai pályán. Én nagyon szerettem ezeken a derbiken részt venni, főleg úgy, hogy mindig emlékezetes marad, és ezt már nagyon sokszor mondtam, hogy az első mérkőzésem, a bemutatkozó mérkőzésem az Újpesten volt, és nyertünk 5-0-ra, akkor volt a Nyilasi Tibi az edzőnk, és nekem is az első mérkőzésem, az emlékezetes volt, de hát nagyon sok össze is számoltam, 36 derbin vettem részt. Ha már Lipcsei Péter szóba hozta az emlékeket, vajon ki mire emlékszik vissza a legszívesebben? Kezdjük Ladán Csukics 2013-as Újpest elleni utolsó perces góljával. Ez gól, ez nekem legnagyobb pillanat egész karrier, de ez gól mindig fordul, ez nekem pár hónapos előtt én aláírt itt a szerződés itt Fradiba, de ez meccs, ez nekem is csere mindig csere, de szerintem ez a legnagyobb pillanat egész karrier, ez gól mindig itt nekünk fel. Amikor a fejes gólommal megnyertünk idegenbe azt a rangadót, és akkor abban az évben bajnokságot is tudtunk nyerni, úgyhogy az a máig kitörölhetetlen élmény az megmarad. Emlékszel az első derbidre? Első derbi idegenben, 2-1-re akkor is nyertünk, vesztett állásból fordítottunk, az is fantasztikus hangulat volt. Horváth Feri és Lipcsei Peti góljával nyertük 2-1-re. Itt akkor Szusza Ferenc játszott a Dózsával, régen volt, és az volt a feladatom, hogy kísérjem, mint árnyéka lennék a Szusza Ferencnek, és mentem is utána minden, mondom az edzőnek, és mindenhova, azt mondja, persze, hát kimegy vécére, vidd a papírt, akkor oda ment a kispadhoz, azt mondja a Ferivel, hogy mit csinálok ezzel a kicsivel, állandóan jön utána, azt mondja, fuss többet, ennél többet. Na, de lényeg az, hogy egy nyara kikaptuk, szabadrukásból rúgta a gólt. Mint edző? Hát, én mindig szívesen emlékszem a Dózsára, mert régen is szimpatikus csapat volt, nagyon sok jó játékos volt, és azt a sorozat bajnokságot, amit ők is nyertek, nem lehet elfelejteni. Jó mérkőzéseket játszottunk, mint edző, hát ott nem volt olyan sok sikerünk, de azért ott is megálltam a helyemet. Abban a szerencsés helyzetben ők, bárha az újpestiek nézik, akkor rögtön fölháborodnak, hogy majdnem mindig mi nyertünk. Na jó, néha az Újpest nyert egy-két meccset, de a 70-es évek, 74-75, az Újpest kikapott Bilbaóba egy kupa meccsen, majd pár nappal később ellenünk játszottak, és volt, megnéztem, 60 ezer néző, és 3-0-ra megvertük őket, és az első percben egy kapusról kipattanó labdát bekapáltam, bepasszoltam. Ez volt talán az első Újpest elleni derbi gólom. Hát aztán játszottunk fantasztikus meccseket, természetesen a 79-es 7-1, amikor visszavágtunk a pár évvel ezelőtti súlyos vereségért. Nagyon sok néző volt, az is egészen elképesztő hangulatban zajlott. Az egyik legkedvesebb emlékem, amikor 5-0-ra nyertünk az Üllőúton, én rúgtam 3 gólt, azt hiszem azóta bajnoki meccsen senkinek nem sikerült, és nem is ez a lényeg, de én úgy gondolom, hogy hát volt egy ilyen
hogy Fradi Újpest, akkor Fradi Honvéd, Fradi Vasas, de hát az Újpest volt mindenek felett, hogy ő velük volt a legnagyobb presztízs mérkőzésünk. Édes eredmények voltak az Üllői úton, az egyik, amikor 3-2-re nyertünk, és nagyon jó meccs volt, fordulatos volt, Weber Gyuriék nagyon jó napot fogtak ki, és gólokban gazdag, és fordulatos meccsen 2-2 volt, és negyed óra volt hátra, amikor is egy beadás után az újpesti játékosa öngólt rúgott, és ezzel lett 3-2, de ebben nem ez az érdekes, hanem az, hogy szegény, ami a beadást bepasszolta a saját kapujába, utána elfeküdt a földön szegény, és hát nagyon fájdalmasan ott vett a földet és minden, és akkor Vukovics Laci, az egyik kedves csatárom, oda szaladt hozzá, a kis Vukó, és odahajolt hozzá, a földön fekült, és azt mondja, hát nem is örülsz, hát győztes gólt rúgta az Üllői úton. Hát akkor aztán még jobban elszabadult a pokol, mert a játékos ugye föltámadt, és Aci és Zolival elkezdtek futni a Vukó után, aki a balok torony mellé menekült, a balok Gabi az a 195-ös csatárunk volt, hogy majd a bátyám megvédi őt. Úgyhogy aztán lenyugodtak a kedélyek, vége lett, megnyertük a meccset, és hatalmas harmadik félidőt csaptunk. És vajon mit gondolnak legendáink? Mi kell ahhoz, hogy szombaton megszerezzük 101. bajnoki győzelmünket riválisunk ellen? Én úgy gondolom, az a csapat fog nyerni, aki egységesebb és jobban akarja a győzelmet, és mentálisan készen van arra, hogy a nehéz pillanatokon át tudjon esni. Én azt gondolom, hogy most sokkal jobb formában vagyunk, mint az Újpest, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a mérkőzést simán meg fogja nyerni a Fradi. Példát szeretnénk mutatni. A Fradiban egyek vagyunk. Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! Fradiban egyek vagyunk. Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! A mi öltözőnkben sosem volt téma, ki honnan jött hozzánk.